A mai epizódban a Far V.I.P. negyedik évadának Sárga csapatának top 3 versenyzőivel beszélgetek, azaz közülük kettővel, mert a harmadik én vagyok. Itt van velem Laki Zsuzsi és Vajda Johnny. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Leventeklubja. Azonnal kezdünk. Hello Sárga, top 3, Már itt hogy mi. <laughs> hát ilyen, mi vagyunk a top 3-as. Igen. Lárga csapat. A legjobb a lány és a hárma. két legjobb fiú. Ennyi. Tényleg, a sárga pulcsid? Nem azt vettem fel. Az egy kis fogkrém a bőrkabidon. Úristen. Lehet... Direkt vártál vele, igen. Lecsináltam. Lecsináltam, lecsináltam de lehet, hogy a, a Szabi legköpte az is lett, amikor é. itt volt, tudod. Mit keresett olyan közel a felsőt? Hát ott ült a te ja? helyeden, csak nagyot köp. Na mi újság veletek? Minden szuper. Örömmel követtem a műsornak a történéseit így a képernyő elől őszintén meg kicsit más így külső szemmel nézni, illetve amit megéltünk, az az, az teljesen más élmény, így a, hogy mondjam, a színfalak mögülről, vagy igen, az, amit beszéltünk, ott teljesen más, hogy éltük meg ott bent, azt gondolom, mint ahogy most ugye itt összevágva átjön az egész a képernyőn keresztül. Igen, ugye az van, hogy mi tulajdonképpen 10 órákat forgattunk, amiből tulajdonképpen fél óra, mert a kettő csapat egy-egy órát, Igen. tehát egy kettő csapat kap egy órát, ami a fél-fél óra tulajdonképpen a két csapatra leosztva nagyjából. Jó, mi többet ja, hát látszottunk, mert pirosak unalmasabbak voltak elég sokáig. Mondanék, inkább ilyen mondanék, ja. Szó... Teljesen sokáig. Szóval, hogy ugye nincsen benne minden, ráadásul ugye azt hozzá be kell tenni, hogy az emberek sem ilyen kétdimenziósak, mint ahogy látszódik egy csomószor a tévéből, tehát, hogy nem mindenki csak balhé, és nem mindenki csak idegesítő, hanem Abszolút. abban a tizenvalány órában sokkal több színe van az embernek, mint amennyit látnak. Csak nyilván az van kiemelve, ami a műsor szempontjából úgymond jobban bevonzhatja a közönséget, jobban lekötheti, érdekesebb. Tehát az, hogy harmóniába dolgozik két ember, csiszolgat egész nem nap, az senkit nem érdekel, az, az, az nem néznék. És... Egyébként nekem nem tűnt fel, hogy ennyit veszekedtünk volna. Hát melyik töményen kapják a, a tévé igen, az igen, biztos. Igen, igen. Éppen ezért ezek a, a karakterek még az elén, hogy a karcsit ennyien utálták. Tehát, hogy mi ezt nem éreztük azért ennyire intenzívnek. Persze volt, hogy néha úgy éreztük, hogy jó van, ez kicsit csók, egy-két ilyen, ilyen megszólalás, felszólalás, saját, tudod, kicsit ilyen szimpadiasnak tűnt, stb. De hát, hogy nekünk nem volt ilyen tömény ez az egész. És, és éppen ezért nem is volt vele különösebb problémák. Tehát szerintem senki nem gondolt arra, hogyha farmgyűlésre mentünk volna, akkor rá az útirapot. Kivéve téged. Kivéve tehát, engem meg is <laughs> Jó, az félig egy taktika volt, ezt ki is írtam a Facebookomra, hogy én az első farmgyűlésen semmiképpen nem tettem volna olyanra, akire a legtöbb ember rárakja, azért, mert akire rárakják az utilapot, az nagy eséllyel azok közül fog választani, aki rárakta az mm. utilapot, és nem fog olyan, uh -huh. olyat választani, aki nem tette rá. Ráptam, az Igen, itt nem, nem köptem szembe magamat, itt legalábbis, mert, mert a karcsia <laughs> voltak problémáim, ez itt nem mm. voltak problémáim. De közben mondjuk a lányok, te ugye mm. még nem voltál velünk akkor. És uh, a lányok viszont lamentáltak elég sokat, hogy a karcsira, vagy az icára tegyék rá az úti lapot, a karcsira a lába miatt, icára mm -hmm. pedig azért, mert hát voltak vele problémái, elég nehezen tudtak vele kijönni, együtt élni. Nem voltak viták meg semmi, csak hogy valahogy, valahogy nem találták meg a közös hangot. És akkor a Dana jött oda hozzánk, szerintem ott volt, -e te is a, a fészerben. Hát, ők a karcsira akartak tenni, Dana és a zsuska is. és uh... Ugye elkezdtünk beszélgetni. beszélgetni. Bevárt, figyel. Az arcomat <laughs> Igen, láttad. Mit fog mondani? Mit fog mondani, tudod? Nem, eskü. Én, én full azt hittem, hogy én ezt én szítottam föl. Ugye a... Szab... hogy magadra akartad vállal, akkor mondja! most, ha már elindultunk ezen a szállon, Levik, én simán rátkenhetem. Ez olyan, mint amikor a Szabi tudod, amikor mondta, megkeverted ott a izét, és akkor mondta, hogy ez, egy... de, hát ez csak nekem. hazudsz, Szabi! Jó, mert ö, ugye csak így tök simán, nem, én senkit nem akartam rábeszélni, nem is rábeszélés volt egyébként. Egész egyszerűen így, így elkezdtünk ugye domálni arról, itt csak pár óránk volt arra, hogy eldöntsük, kire szavazunk. És én mondtam, hogy figyeljetek, én az icára teszem. Ezért, meg ezért, meg ezért. Mert ugye bolhából elefántot csinált folyamatosan, megakadt a munka folyamat azért, mert az ő lelkét kellett tápolni, nagyon érzékeny volt, még az is mondta, hogy nem sértődött meg, azért nyilvánvalóan megsértődött. És mondtam, hogy én ráfogok, és akkor ugye a lányok, hát te tényleg, hát ez, ez így volt, izén, Izém, Izém, aztán úgy tűnik, hogy ők is megváltoztatták a véleményüket, illetve a, a szavazatukat ennek hatására. A Ezek egy... szerint te is ott Hát kormány. Én annyit mondtam nekik, és ott, amikor te is ott voltál, annyit mondtam nekik, hogy az elején mm. vagyunk, ilyenkor arra kell tenni, akivel a legnehezebben tudtok együtt élni, mert az fogja megnehezíteni a napjaitokat. Tehát, hogy nem arra, kivére így, nem tudom én. Öm, egyből ráteszitek, mert hogy fáj a lába, That's hanem arra, a a a, a, aki a ti életeteket megnehezíti, arra kell rátenni ilyenkor a szavazatot, szerintem. Egyébként ugye itt a kommenteket azért olvasom, így a műsorral kapcsolatban a Facebook a oldalon. Hát nagy hiba, de úgy kíváncsiságból és uh, ugye csóhan nem értik azt, hogy mondjuk egy farmgyűlés után uh, uh, miért van az, hogy hogy ugye sirunk, vagy esetleg meghatódik a, az ember. És, és szerintem azért most attól függetlenül, hogy valakit mondjuk jobban kedvelsz, vagy kevésbé kedvelsz, uh, tehát így összenőttünk, nem? Tehát egy hét egy hét alatt is tölt az ember annyi időt együtt a másikkal, tehát mondjuk 24 órá szor 5, hogy, 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 úgy ki tud alakulni ilyen kapcsolódás. Ugye én néztem a korábbi évadokat, és egyébként ugyanúgy gondoltam, mint a nézők, hogy basszus, egy-két hete ismerik egymást, minek sírnak ott egymást nyakában, minek hatódnak mennyire, meg izé nem hiszem, hogy ilyen közel kerültek egymáshoz, de bent tapasztaltam, hogy igenis, nagyon közel lehet kerülni egy személyhez, akivel ö, együtt töltesz aki aztán szétrobbant egy másik játszótársat. <laughs> tényleg Én együtt szint, dolgoztok, együtt harcoltok. olyan közel kerülni hozzátok attól függetlenül. Hát ugye. hozzám nem igazán került közel. Egy közel <laughs> lehet kerülni, szerintem abszolút <laughs> emberekhez. Hát együtt szenvedünk tulajdonképpen különböző Persze. célokért. És ugye ez se látszik, hogy abban a tizenvalány órában mi mennyit kürcölünk, és mennyit szenvedünk azért, hogy összeálljon valami, és hát egymásra vagyunk utalva tulajdonképpen, Abszolút. mert csomóan ide kommentben, hogy a forgatókönyv, meg a hasonlók, hát én örülnék, hogyha valaki hozna egy forgatókönyvet, és megnézné, hogy szíves mi szíves volt benne. megírva, vagy én aztán azt nem olvastam, az egészen biztos. <kül> én mondjuk nem tudok színészkedni, <kül> tehát szerintem annyira már ismertek, hogy a is se. Neked minden az arcodra van írva. Nekem minden az arcomra van írva, és én nem tudnám eljátszani azt, hogyha egy raknák azt, hogy na most te nem tudom ezt, meg azt csináld. Ha nem jön, akkor, akkor az, az nem, nem menj emlékszem, hogy néhány a szóval Ripi Zsuzsi <laughs> jelenségre az arcod milyen volt. <laughs> igen, elborult, sötétbe borult az arcod, a kedves arcod. Nagyon durva. De nekem is az arcomra volt sokszor írva, amikor a tátra... <laughs> <laughs> és akkor kitépte Nem a kezembe se... a receptet, arra emlékszel? arra Jó, a részre igen, a teljes igen, feladatnál. Igen. <laughs> és egy olvasom a receptet, és kitépje a kezembe, és olyan, olyan hívvel tépte, hogy majdnem ráástam az asztalra. Nem, egyébként volt olyan pillanat, amikor, az első héten, ugye, amikor bementem, hogy így felkérdeztem ott az asztalnál, és ugye ő nem állt bele, tehát, de azt ugye be se vágták talán. Tehát, hogy az így úgy elkerült, ő konfliktus kerülő gyakorlatilag és hát velem szemben legalábbis az. Igen, meg a Zsuzsit nem nagyon lehet megsérteni, én azt vettem észre. Tehát, hogy ő mindenen át lendül. Tehát hogy nincs olyan mm. dolog, amivel meg tudod sérteni, vagy meg tudod bántani. szerintem ő... ezt a kis pucsot azért kicsit a szívére vette, ahogy <laughs> nekem lejött a, az epizód. Nekem nem úgy jött le egyébként, hogy. Hát a végig a se... szitta, hogy milyen szarul csinálja. Hát csinál. csak azt, nem értem, hogy uh, szíd engem, de azt nem vette észre, hogy mindenki konkrétan egytől egyig neki ment az elmúlt napokban, meg az elmúlt időszakokban. Tehát, hogy, hogy nem az volt, hogy én ezt kitaláltam, és akkor így elindítottam, hanem, hogy mindenki ellen volt tulajdonképpen, meg az ő vezetése ellen. Hát a Dana is egy egyfolytából, hogy színészkedjen a színésznő, Persze. meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy ez nem az én problémám volt egyedül, hanem mindenki. Igen, az volt a szerencsénk szerintem, az előző termelések, az a kettő, amit megnyertünk Zsinórban, nem is az ő nem feltétlenül az ő vezetői képességeit igazolták, hanem azt, hogy az adott dologhoz ért. Ez a sütéshez főzés, az abban jó volt. Tehát, hogy nem feltétlenül a vezetésben volt jó, hanem ezekben a dolgokban, amiről akkor éppen a termelés szólt. Tehát, magát az embereket kezelni nem igazán tudta, meg a munkákat kiadni, tudod. Úgy gondolom. Igen, meg mondjuk egy nemezelést, hogyha ő nem értett hozzá tényleg, és azt nem csak eltitkolta, hogy ért hozzá. Akkor még mindig, még mindig, mindig ez mezelem, nem az vagy hogy ő, ő profi nemezelő leány. Hát én láttam a tekintetét közben, és a tekintete egy kicsikét kárőrvendő volt, ahogy nézett minket. Absolut, Tehát, hogy, hogy, azt én nem tudom elfelejteni azt a tekintetet, és szerintem ő valamennyire talán értett hozzá. Én azt, azt vettem ki, tudod, mikor visszajöttek, ő rögtön mondta, hogy nem mutattak nekik semmit, illetve nektek. Be nem volt. Nem mutattak de ne, tényleg semmi. nem mutattak semmit. Hát, a célna csak a, hát csak azt mutatták. De Zsuzsi nem mutatta meg nekem. Tehát én, hát én próbáltam el neked ott izé mutogatni, hogy igen. Hát nem, mert ugye azt mondta, amikor megjöttetek, én erre tök emlékszem, <hül> hogy ez annyira nehéz, hogy el se fogjátok adni, hanem ti csináljátok. Az más volt. Nem, az a cérna volt. Nem, utána nem az, voltam. az én voltam, és a, a Zsuzsi a izéval a vesző. Vesz ja, az, azok mi voltunk. <laughs> és, és bocs. Nem, tudtuk, bocs, és, <laughs> nem szépen, és, nem átadni, és De meg tudtuk, is. És <laughs> és megcsinálni De is. Megcsinálni hogy nehéz volt. Nekem, Meg kell áztatni, Jeremi. Ó, <laughs> oh, a... És nem áztattunk be. Az borzalmas nem. volt, nem azt ez azt az azt mondom, egy katasztrófa volt ez a veszőfonás. Ugye, amikor így leesett, hogy így megszáradtak, és ezeket nem fogom tudni összefonni, tehát azon kiborultam teljesen. Jó, de egyébként az van, hogy mondod, hogy a abban a kettőben a Ripley azért otthon volt, és azt tudta irányítani, mert pont értett azokhoz a, azokhoz a termelésekhez. Igen. De azt ne felejtsük el, hogy mi akkor a Parasztházban voltunk <hül> fönt. A Parasztházban azért sokkal jobb állapotok vannak különböző munkák elvégzéséhez. Ráadásul, amikor leköltöztünk, akkor olyan időjárás volt, amiben tocsogtunk a sárban, meg, meg fagyoskodtunk egész végig. Hát emlékszem, volt volt egy olyan nap, járni nem tudtunk, estünk, keltünk azon a domban, és még, még, a stáb is küzdött, tehát az operatőrök nem tudtak járni, és mondták, hogy srácok, mindent itt helybe csináljatok meg, itt beszélgessetek, itt történjenek a dolgok, mert egyszerűen nem tudunk követni titeket, nem, nem tudunk forgatni. <hül> és nekünk ott kellett ugye dolgoznunk azokban a, a körülményekben, Fú, akkor nem fürödtünk szerintem egy hétig. Igen, én biztos én biztos Nem Egyébként Volt egy vagy van egy ilyen kulisszatiktól, amit elárulhatunk, hogy az egyik kopcsi az ugye elesett ott, tudjátok, a pajtából, ahol mentünk ki. A szakadékban. A szakadékban, és akkor róla elnevezték, ugye? Nem eltört a lábad, de hogy megrándult neki, vagy valami. Nem volt jól. És végre az biztos. Akkor első volt. Én, nagyon ilyeső volt, és hát figyelj, szerintem ilyen nem túlzok, hogy bokáig érősár sár volt ott. Nagyon tehát a, emlékszem, hogy mentem le a, a fészerbe, tehát ott csoktam ilyen tyúklépésben, rá papucsban voltam, mert akkor tapostam a szőlőt és na, mi a faszamat keresek itt, tudod? Tehát, hogy, hogy, kerültem ide, hol basztam el az ez, életemet? Ez. Jöjj, szabad káromkodni? Itt lehet. Oh, 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 oh. jó, szóval Jó, szóval. hogy szólok. hogy hátszor mentünk oda hogy meg, most csípjél meg, most tényleg itt vagyunk, még mindig itt vagyunk, és ezt csináljuk. Ja, főleg Én a Dana. Ő igen, volt az, aki csipkedni igen. kellett egy folytában. Ő nagyon szegény, nagyon megsínlött. már az első nap, mikor leköltöztünk, fogta a kis izéját, batyúját a hátára vágta, és indult kifelé. És elindult hozzá. Hozzá. átállt hamar, szerintem egy-két nap alatt, nem? Hát így... M ő, egyébként, a, amikor kiesett, aznap láttam rajta, hogy ő ott úgy, úgy rottyom van. Tehát, hogy akkor beszélgettem holt, vele egyébként pont, hosszabban. Igen, több holdpontja van, és, és akkor úgy nagyon, Látam pedig érted, pont azt várta, hogy feljössön a parasztházba, érted, és akkor ott volt már a küszöbén, tudod, és akkor ment haza végül. Ja, pedig jó szerintem volt ezekben a kitartós játékokban, meg ezekben a, a koncentrációsakban. Nem is, tehát, hogy valahol ő feladta ezt, vagy nem akarta, vagy nem tudom, így elege lett az egészből is. Azt nem Lát, tudom, ő, ő érzi tulajdonképpen, mi történt ott vele, de azt, az biztos, hogy akkor ő. valahogy neki volt egy ilyen mélypontja, és pont az időjárás ilyen. miatt volt egyébként ilyen. a mélypontja. Szerintem nem volt ott százszerződékos, tehát nem volt már meg benne ez, hogy én itt akarok maradni, én tovább akarom, ezért nem úgy volt vele, hogy hát, hogyha ha összejön, akkor összejön, ha nem, nem, és így már teljesen másképp áll hozzá egy játékhoz az ember. Emlékszem, ez így bennem is felmerült, mikor a, mikor a Ferivel párbajoztam az előtt, mikor készítették elő a helyszínt, és ö, vártunk, hogy így gondolkoztam, mondom, nem is lenne olyan rossz otthon a kanapén feküdni ma. Nem is lenne olyan rossz rendelni a pizzát. Nem is, és akkor így mondom, nem. <laughs> így átgattom, nem, mondom, mert ideig, mondom, ideig jautatom, hát, szivatott mert? ez az öregember, ember, folyamat kóstolgatott, mondom, nehogy már most még izé engedjek neki. Ez az öreg ember, az, <laughs> De hogy akkor mennyire ideges voltam, a Jézusom, amikor téged hívott ki. Ja. És mondta egész nap a többieknek, a pirosaknak, hogy a leventét fogom, a leventét fogom én, és túfoltam föl magamat, értette, hogy akkor egy jó pár vagy, kiejtem a rippel felít, de jó lesz. Erre bemondja, hogy Johnny... Ah, Igen, te arra készült. Hát előtte velem csinálta ugyanezt, végig, a ja. nyomattam, meg ott a farmgyűlésen is, hogy ó Johnny, majd most lejátszok, izé-mizé. És a szabit és kint a, is a, hagyta? Kicsit, kicsit megzakadt meg a végére a Rippel tehát Össze-vissza beszélt, saját magát meghazudott, ellentmondott magának. Tehát így, szerintem ő is értette, hogy mi, mi folyik ott. Pontosan. Hát, lehet, hogy egy kicsikét ott valami történt vele, mert ugye a műsorban az látszott, hogy az elején. A, a műsor elején ő tök normális volt tulajdonképpen a tévében látva. Igen, igen, igen. Aha. És amikor én felköltöztünk, ugye mi közben a műsor elején egyfajtában találgattuk, <laughs> hogy milyen lett a Rippel felé, biztos valamilyen nagyon katonás, nagyon-nagyon uh, szigorúan fogja a többieket. A tévéből meg nem ez látszik egyáltalán, nem, tehát mi mellette voltunk a valóságnak, viszont ahogy összeköltöztünk, a Rippel már katonás volt. Igen, hát hát hát, pont hogy... olyan volt, amikor összeköltöztünk, mint Itt amit tippeltünk korábban, szépen, hogy igen, milyen igen, volt. Igen. Pontosan, lehet, hogy az. Lehet, előtt... hogy mi, mi váltottuk ki belőle. Lehet, lehet, ezt, az nem akarom magamra lehet. húzni ezt a lehetőséget. <gül> <gül> Amikor voltunk a sajt elhozatalánál. Igen. Emlékeztek arra a részre, a zsuskával lementünk a sajtért. Én akkor Még én nem voltál nem, nem, nem. Lementünk a zsuskával, nyertünk egy rablást, és lementünk a sajtért, amit, amit megnyertünk. <laughs> és akkor engem ott vendégül láttak egy, egy vacsorára, Simon főzött valamilyen, nem tudom, valamilyen kaját. És leültem kajálni, a Feri leült velem szemben. Mellett ült a Laura, meg az Edina, mellettem a Sánta Laci, és így körbefogtak tulajdonképpen a, a pirosak. A Zsuzska szegény meg egyedül beszélgetett a Kótai vel a padon. De igen. És uh, ott egy csomó minden De. elhangzott, az nem volt vágva amit most mesélek, uh, lehet, hogy zorromra fognak koppintani, hogy uh, megkérdeztem ott a Rippel, mondom, velem szemben ült, és megkérdeztem a többieket, hogy hogyan bírjátok elviselni a Ferinek a katonás szigorát. De akkor még nyoma sem volt ugye valójában katonás szigornak, csak ezt mi nem tudtuk, hanem Persze. azt írtük, hogy ott izé van uh, uh, diktatúra. És uh, meg is lepődtek, hogy lehet, lehet tök jó itt együtt él a szokásos piros narratíva, tudod, hogy akkor mindenki boldog, és mindenki, mindenki örömteli, és mindenki ja. szeret mindenkit. És utána volt egy, uh, egy játék másnap, arra te emlékszel szerintem, egy, és uh, a pirosak mentek előttünk, és a Feri beszámolt egy-kettő, egy-kettő. És onnantól kezdett el a műsorban egyébként ez a katonás narratív előjönni. Tehát onnantól kezdte el mondani. vagy TikTok volt. Az összeköltözésnél. igen, utána. Összeköltözésnél. Most ott a padlót, mint hamupipőke érted. Erről meg is feledkeztem. Mennyi dolog van, ami, már olyan rég volt ez a forgatás. Ezt is mondtam, mert ott ugye, hogy jaj, de ügyesek vagytok! Mint a, kisgyerekeknek. És mondtam, hogy ezt most fejezd be, a vagy nem tudom. És ugyanezt egyébként a Ripley Zsuzsinál vettem ezt még észre a Szabival. Tehát mikor a Szabi a köcsögött, Szabi olyan ügyesen csinálod. Hát nagyon is Szabi mondta is neki, hogy ez neki ez nem kell. Utána interjúban mondta, hogy ja. ez, ez inkább ilyen megalázó, mint hogy... És amikor a Szabi köcsögözött, és mert hogy a köcsögöket ragasztotta és szanaszét ragasztotta a munkalapot, a, 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 az asztalt. igen, nem lehetett róla És, ez nem volt benne az adásban, csak az látszott, hogy minden tiszta ragas, de hogy utána, de hogy mi volt, hogy, hogy a nem Mi a levivel, meg. levivel spaklival izétuk le. Ja, megcsinálta, igen, csak a hát szétcsúszott. Megcsinálta azt tényleg, <laughs> ezeket a de... cserépedényeket is összetette ott a műsorban. de az már nem volt, hogy utána szart bele, és mi a levivel, spaklival kapargattuk le az asztalról ezeket a Ragasztó maradékokat, hogy használható Az aztán használhatatlan volt utána. Szőn És az, mi, mit szóltok ahhoz, hogy így lelettünk gyakorlatilag ugat, vagy milyen rendetlenek vagyunk meg, meg egyáltalán? De figyelj, szerintem ez rill egyébként. Azok voltunk. Tehát amikor én lementem ugye a, a Ferivel, az Alfival, meg a Laurával takarítani a pajtát, mert hogy beköltöznek ugye, honnan jöttek? marbeljáról A jaj, lakók. Mindig, akar, igen. Akkor. Akkor ott elképesztő gané volt egyébként tényleg. tényleg. Tehát, hogy, hogy azt el is ismertem, hogy ezt mit csináltuk. Tehát, hogy ezt nem. nem valaki oda a teremtette, hajtok. hanem hogy az tényleg a miénk volt. És szerintem a sárgaházban is ez volt nagyjából, bár azt, azt, nagyon sérelmezem. Pont, pont előtte volt egy bevágás, hogy ott a pont a Ripley Zsuzsi mosogat. Hát igen, ezt, a sérelmezem, és utána, hogy, igen, utána jött a hogy, ugye körbejártuk azt a kérdést, hogy mi van Ripley Zsuzsi és Johnny között azon Mégözben a reggelen. Mosogatott. És ugye úgy mentünk igen. oda a Lucky Zsuzsival, a Ripley Zsuzsi, ezt évvel mosogatott. Yeah. És a be volt vágva az, hogy ott vannak a mosatlanok szanaszét hagyva. Miközben hát ott volt, hogy mosogatott a Ripi Zsuzsi aznap. Igen, ja. tehát ez egy kicsit ott meg túl ugye volt akkor nagyon nagy sár volt, meg esett az eső, és ugye volt, hogy csizmával mentünk be, tehát mi nem vettük le a csizmát kint. Tényes való, meg szerintem nem is söprögettünk talán össze. Jó, hát nyilván nem volt patika rend. Nem de én arra minden... emlékszem, hogy én egy csomót mosogattam, de nem csak a pajkába is. Tehát, hogy az úgy rendet raktunk, csak mégse úgy. Persze, hát. de hát ez most benne van, nézd. Én... Igen. alapvetően nem úgy álltam hozzá, mint otthon. Hát ott vagyunk egy alapvetően egy ilyen piszkos környezetben. Kimegyünk az állatok az utra, nem fogok benti mamust felhúzni, mikor bemegyek a, a, az ágyamhoz, érted? Tehát nyilván oda megyek cipővel. Hát meg hadd ruhadjon ott kinn a Itt érdekel. Te ágyadat, hogy lesz ott, hogy ki aludt itt a malacok? Hát én befeküdtem egyébként izési barúában, amiben ki is mentem az izére az udvarra. Hát most... Én nem, nekem Neke... egyetlen egy ilyen van, hogy a ruhába otthon se semmilyen utcai ruhában, én nem fekszem az ágyba. Tehát hát nekem... Én se fekszem, de nekem volt olyan, hogy amiben kint dolgoztam, abba feküdtem le aludni, és másnap hát abba nekem, nekem föl... is jól ilyen jól volt. volt jár, de, most, is de is de érted, van. most, hogyha viszek magammal kettő hosszú <hül> nadrágot, mert nyár van, és egyébként meg lehűl a levegő, és kell hordom hozz, hozz, a ja. kettő hosszú akkor egyik pet csak aludjak? Vagy, tehát, hogy mi történjen? Vag vagy abba ki sem menjek mondjuk a, a egy kávéra reggel, vagy, vagy, nem menjek el vécére benne, mihez át kell menni a földes részen, és esetleg besározódik az alja? Tehát, vagy, vagy mi? Vagy mi történjen? Ja. igen. Érted? Én még szerintem vittem téli ruhát. És én nagy... Vittem, vittem, ilyen nagyon vastag nadrágot. Nagy télen volt? Én, nem, nem, csak úgy készültem arra. Én egyébként azt gondoltam, hogy én tudja pajtába fogok kerülni. Hát én is így készültem az évidén magammal is. azt a remek pulóvert, amit <laughs> ah, <igen. gül> ami azóta saját életet kezdett élni az interneten. Szóval, hogy én is vittem magammal kettő hosszú nadrágot, meg néhány pulcsit, de hát a kettő hosszú nadrágot nem tudom úgy váltogatni, hogy egybe csak dolgozzak a másikban, meg nem tudom, még vécére sem menjek ki, mert az is már a földes úton átjárva kell, kell közelíteni. megközelíteni. Erre szerintem egyikünk közös se számított, hogy így augusztusban nem is tudom, 14 fokok lesznek. Tehát ez, ez embertem. Úgy voltam vele, hogyha pajtában is leszünk gyerekek, hát ott max nem fog annyira besütni a nap, de ott még meleg lesz, sőt, még talán kellemes is lesz, hogy így nem nem süt ránk annyira a nap. De, de nem így volt. <laughs> hát, nagyon megszívtuk a lehető legszarabb időszakot Nagyon-nagyon nagyon volt, jelni. hogy ilyen nagyon nyírkos volt a levegő éjszaka is, meg, meg tehát hogy ilyen éreztem, hogy vizes a ruha, ami balszok, meg a takaró, meg a, meg a minden. Hát az egész a takaró, a, a, a matrac, amin feküdtünk, Igen. a párna, mindent. Tehát egy nyírkos ágyba feküdtünk be, abból keltünk ki, ruhákat, amiket kimostunk, azok nem, nem szálltak meg. Ilyen ágyból, egy matracon aludtunk, ilyen ágyból, szalmabálát. És, és emlékszel érzel, nekem nem ráadásul batra. szét volt. A szalmabálát, ugye, amivel összekötözik azzal a, az a rohadt kis matrat, matracon matracon? a rohadt kis matzaggal igen. összekötözik. Én még mindig gyanítom, hogy a pirosok vágtak el, de, de nem valószínűleg nem így volt. Na mindegy, nekem az, az, le volt szakadva róla, és így folyamatosan csúszott szét, és én is régen aludtam már, minden reggel úgy keltem fel, hogy így félig lent vagyok róla. És én féltem, hogy egy éjszaka rácsúszok a Ripley Zsuzsira, vagy valami. <tosz> <laughs> és egy valóra váltál állam. Ő vágta a, <laughs> a basszus, hogy csúsztak oda Ari? <laughs> Lehet, hogy ő akarta. De hogy a, nálam az volt, hogy ugye nem hagytam, hogy a lábam kilógjon veled ellentétben, tehát te úgy aludtál, de hogy a lábad a kint volt. volt. ez úgy volt kényelmes. Ja. Nem, egy magzat, minden reggel úgy két, hogy... Na oh, én, 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 én úgy aludtam egy magzatpózban, és arra keltem, hogy a térdem rettenetesen fáj. De neked Na, volt nem volt Nem is a matracot, hanem egy kicsi, kicsi helyen aludtál, ilyen aludtam. Milyen gyerekágyon aludtam. <sorvállítan> ez maradt nekem. Nagy önfeláldozom, módon átadtam minden lehetőséget nektek a jobbakat. Az ilyen nevetségesen kicsi volt tényleg a te matracot. És lefeküdt alul. De az sincs bevágva, amiket mi este ott szenvedtünk, mindenhol ilyen tücsköket szedegettem le mindenkinek a ízejáról, a injáról a tücsköket, meg pókokat dobáltam Meg volt, ki. hogy a Pele ott mászkált, azt is volt. Hát, hát ott kurtak fölöttem. Jó, hát igen. Egyik igen. éjjel. Arra, arra, keltem fel, hogy ott kurnak fölöttem a pelékért. Hát azért nincsenek ezek bevágva, mert túlságosan ö, aktívan ö, csináltuk a fesztivált. Igen. Mert ugye volt éjszaka Pedig... jobbcsi is, tehát hogy ott is volt, hogy énekeltünk fölvette, Báma. vagy volt. ugye. Hát hatalmas nagy buli volt, amikor a kácsuska kiesett. Utána este. Azt jó, de én nem léve. azért, mert kiesett a Zsuska, nem azért, mert, ugye ott egy nap szünetünk volt, volt valójában. Egy szünetünk. És, és azon a szüneten buliztunk egyet. De az baromi Mi jó volt. volt. Én ott voltam. Igen. Hát mikor izé megjött a töltés. És a tűz körül ott énekeltünk. És énekeltünk, olyan, igen, így igen, egymást igen, átkarolva, hangosan énekeltünk. Ez Utána is a Szabi is kint volt. Akkor egyszer a Szabi is kint volt, nem? A Szabi kiárkált szerintem, néha lefeküdt aludni, aludt egy-két órát, aztán Azt kijött. volt. Szabi az így mindig ilyen korán ágyba bújós volt, tehát hogy Lezárták a termelést, tusolt egyet, aztán bújt be az ágyba. A barikádjába. Igen. A kis bunker <laughs> bunkerbe. bunkerbe. <laughs> mi meg ott maradtunk az éjszakai műszakra. Hát tényleg itt tök jó volt. Jó, jó. hogy, hogy jól kibeszéljük a szabit. De csak viccelünk. Én legalább. Te nem vagy olyan. Te nem vagy az, aki beszél, és másokat hát a mögött kibeszél. hogy emlékeztek erre, erre, a szíves játékra, amikor Hú, szét kert, Én is. És akkor az volt az egyik kérdés, hogy, hogy ki a legkeves, legkeves a legkevesebb dolgozó a csapatból, és megnyertem ugye a Simonnal osztva. De igen. És a következő kérdés az volt, hogy ki beszél a mások háta mögött a legtöbbet, és uh, csomóan felírtak Edina, 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 ő is nyerte meg, és én felírtam magamat <laughs> a kérdésre, és mutattam, <laughs> hogy én. De senki nem hát, hitt ugye. el. Én lehet, hogy téged írtalak. Nem? Még nem, én a tak taktikusnak írtalak. Ki a legtaktikusabb? Az lehet, Szerintem de igen. Voltam. De a legtöbbet beszélni, én magamat írtam föl. A, a... Én abszolút az Edinát, de azért, mert a... rólad még sejthető, meg te, te úgymond ez bevállalod, tehát el is mondod, ezért is jöttél a játékba. Ez volt az egyfajta taktikád, de az Edina meg ilyen, inkább ilyen súnyi módon csinálta, tudod, ilyen kis... Hát ilyen sugdolózva. <laughs> Aha, Mindekinek volt egy jelenet. Fülébe, csicserget kicsit. Edina és Laura beszélgetnek egy más az ágyon fekve. És voltam. szerintem azt nem tudták, hogy felveszik azt a jelenetet. Szerintem. Biztos vagyok benne, hogy azt ők nem tudták, hogy ezt felveszik. Persze, de volt ott meg jó pár sok dolózás. Tehát, hogy... Te emlékszel arra, amikor adásban volt, hogy, hogy szerintem veled beszéltem a Ripi Bent a, még a parasztházban, talán kenyérciklusnál. Valamit beszéltünk, szerintem veled volt, és bejött a Ripi Zsuzsi. És nem igen, fejeztük igen, be, igen, igen, hanem, igen, hanem beszéltünk igen, róla igen, tovább. Igen. Na, ilyenek voltunk, tehát hogyha jött oda az illető, akkor nem az volt, hogy jó, szia, itt vagy! Hm, nem beszéltünk. Milyen szép tovább, az időjárás, igen. nem beszéltünk tovább igen. róla. Amikor jött be ki nem is fordult utána? Valami, igen. Tehát, hogy hogy milyenek voltunk, hogy oké, okay, beszéltünk egymás hátam, a meg megbeszéltünk témákról, de hát valójában Ugyan való életben. De valójában is ez történik, hogy a barátaid a megbeszéled a különböző helyzeteket, aztán utána lépsz, nem? Tehát legalábbis én ilyen vagyok. Hogyha van olyan helyzet, amit át akarok domálni valakivel, és utána mondom az illetőnek. Csak, barátom, de azt tudom. Főleg a farmóta, mert már mi sem vagyunk. Szóval, hogy, hogy, ezért nem értem a nézőket sem. Hát most miért ne beszélhetném, hogy mi ezt egymás között? Persze, tehát ez nem feltétlenül rögtön kibeszélés, hogyha valakivel beszélsz izéről. Az már, hogyha eset... Nem is tudom, hogy mondjam el. Tehát, hogy ez nem... Hát, faszom, jó. Ki lehet jönni ebből jól? Nem. Hát ak ak akkor lenne kibeszélés, hogyha az illetőnek a szemébe meg mosolyognál és nagyon kedves lennél vele, és országos Égen. barátnak adnál elő magadat De, vele. Utána. De hogy? Tegyük fel, hozzá, és... Uh el is mondod neki ezeket a személybe, tehát nem félsz a személybe is ezeket kimondani, nem gondolom, hogy ez egy probléma lenne, hogy előtte valaki másról is megvitatod ezeket a dolgokat. Tudod? Hát én azért mondom, hogy milyen lehetne átdumálni, lehet, hogy amit én gondolok, az a hülyeség egyébként, és erre felhívja figyelmet Aha. a haverom, vagy a barátom, hogy milyen hülye vagy, hát nem ez a valóság, vagy nem ez a, nem ez a, a felvállalható izé opció, hanem egy másik. Tehát, hogy miért ne lehetne a saját magamat leellenőriztetni a barátaimmal. Persze. Nekünk is volt olyan jelenetünk, amikor masszíroztam a vállát pont a nem ezelős ciklusba. A Zsuzsínak. Kinek? Én is azt néztem. Kérdezte is valaki, akivel néztem. Hogy, hogy az, lehensége... hogy ezek mióta vannak jóba? Mi? Most jóba vannak, hogy mi van? Kérdezte ki az a valaki, hogy miért masszírozta hátamat itt a Laki Zsuzsi? Mi? mi? Ja! lesz de hogy nekünk is volt olyan szitu, amikor lementünk és a ruhákat teregettük, a Zsuzsival egyébként, és akkor így elmondtam neki a problémámat felett. tök normálisan meg tudtam vele beszélni, meg az, hogy, hogy még van egy ilyen fúj, furcsa szájtartás is, amit ugye felvesz hozzá. Tehát én ezt is elmondtam neki pacekba, és de, el, bár... es, de es le. Nem adták le. Talán el itt voltak ezek a napok, tényleg akkor kezdtem el érezni, hogy így úgymond közeledtek meg, talán kicsit nyitok egymás felé. Most a pajtában. Mikor a zsuska hazament. Okay, igen, és azután... igen. igen utána próbál közeledet, vagy így szerintem, nem? Én, én úgy vettem észre egyébként. Szerintem érezte, hogy itt már közeledik a vég ez a helyzet. Igen? Szerintem igen, mert ugye a Szabi... Ugye engem is félrehívott. A Szabi ugye ezt így kiszpoilerezte neki, ezt a dolgot. Így de ez az hazugság volt. Az hazugság volt a vízfolyás. És szerintem ő ott, 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 ott kapott, szerintem ő. De én, nekem az nincs meg, hogy te így oda jöttél, hogy így szavazunk rá. Tehát, hogy ez ott, nem így történt. Az, nekem nem. főleg nincs meg. Nekem főleg nekem nincs, meg. Nincs, Tehát, nincs meg. Tehát, hogy én erről nem tudtam semmit, nem is értem, hogy. Aztán, nem, még nem láttam ezt. Nem műsor. is értettem, hogy miért mondtad el, hogy ez egy szűk körben osztotta meg az emberekkel. Ugye erre gondolod? Persze, persze. Ez meg se történt. Nem értem, én mondtam azt, hogy izé, szűk körben Deepfake volt szerintem, az nem is te voltál. Abszolút. Igen. hogy rászoktam rá szoktam írni a levír, amikor olyan kínos pillanat van a műsorban, hogy ez, ez, fake. Ez, ez... deepfake. Deepfake. <laughs> én értem, mondtam. <laughs> ja. Hát az De én itt... nézőről beszélek, én most a szervezkedésről, a kiszavazásról. Az a szabi kezdte el, hogy szerinte most ki lehetne a replit tenni ezzel, úgyhogy előtte ő azt mondta a ripnek, hogy én akarom kitenni ebből a játékba. Ami viszont még durva, hogy ö, ugye a szabi ment hozzád ezzel, hogy most ki lehetne tenni a replit, stb. 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 Annak ellenére, hogy ö, talán pont aznap, vagy előtte lévő nap, szitta a vezetésedet, meg, meg téged. Hát igen, csak az van a Szabinál, hogy Szabi belátta azt már azon a napon, amikor fikázott neked, hogy nem érdemes belémálni, mert hogy az nem fog átmenni. Tehát nem fogok neki menni, mint a Rékasi például, és nem fog vele ordibálni, meg ilyesmi. Csomó ügyet elengedek a fülem mellett, csak azt nem, hogyha meg hazudtól, azt nem engedem el a fülem mellett, azt meg látják a tévénézők a képen utána, hogy bazdmeg elveszi tényleg azt az összehajtott cuccot, és nem rakja vissza, érted? és uh, és szerintem ez belátta, és nem rájött, hogy jobb, jobb hogyha ez, ez így nyugis lesz. Szerintem erre így rájött, és hogy inkább akkor velem. De emlékszel a préselésnél? Nem is volt egyébként szerintem. Utána mentem föl, jött velem, mint a kis hordozom, jött velem, jött utánam, tehát hogy tulajdonképpen mi utána szövetségesekké váltunk, és Meg úgy ott... is mentünk igen, föl. Igen, igen. ja, és ott volt kérdő ránk hogy miért nem dolgozunk, vagy nem. tudom Szabíz. Tényleg ott kezdett el ködni kicsit. Igen. Ott volt tényleg. az, mikor ő úgy gondolta, hogy vezető lesz. Hát a alelnök volt. A jobb kezed volt, és... Azt emlékszem, hangat. arra viszont emlékszem, hogy én pont kint voltam, csináltam azt a rohat mustmézet nézett, amit mindenki föladott, mindenki letett róla, én ott voltam, kavargattam. Kitett le róla, ne haragudj, ott keverget. Nem, azt mindannyian. Az, az, én, de Dan, mindenki mondta, hogy hagyjuk abba, mert, nem, én nem mondtam, Aztán engem megkérdeztetek, és én mondtam, hogy nem hagyjuk abba. Én, én nem engedtem el a most nézet. Helyes, én sem. Se. De mindegy, és hogy ott volt valami, bent voltatok a Szabival, próbáltatok fonni azokat a, azokat a kurva Kosarakat. kosarakat vagy én a kosár, kosárfonás és helyett mentem ott mondott, ott mondott neked valamit. Elkezdett valahogy be, valami nagyon csúnya dolgokat mondott. Te meg csak így hallgattad, és én így meghallottam, amiket mondott. Az a volt ott az ott ott egyetlen szerencse, illetve sajnos, vagy nem tudom, hogy pont ott állt az útban. Ugye ilyen kis szűk bejárata volt ennek a pajtának, Igen. és pont ott állt a két operatőr, és nem tudtam bemenni. Különben én ott az... Nem, olyan, olyan tiszteltem, olyan csúnyán beszélt Nem veled. beszélt csúnyán, egyébként csak kérdőre vont úgy, hogy én mindent is csináltam. Tehát, hogy és akkor utána én is beszéltem neki egyébként. De utána meg így elkezdett nevetni, mint a viccből csinálta volna, igen, aztán mégis azért igen. mentem el, nem értettem először magát a szitut. Ez ott nagyon, ott nagyon felvett bennem a pumpa. Még jobban egyébként, mikor, mikor nekem szólt, mikor lefasszopózott minket egyébként, Uh, ja, a mert, Igen, mert ha? te voltál az egyetlen ember a csapatban, aki végig ott volt mellette, aki terelgette, aki kis anyukájaként ott, ott vigyázott meg. Megvittem. Ugyanis a velem, is. emlékezem, amikor összeköltöztünk, akkor én voltam, aki egyetem foglalkozott vele. Uh -huh. És ezt mindig elmondom, és ezt úgy szép, hogy ha ez uh -huh. így szépen, de nem, szóval. Én adtam neki az inketet is mindig elmondom. Az meg meg, 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 meg dumágattam vele, lelkisztem vele, egyet leültem vele arról is beszélni, hogy hogyan kommunikál az emberekkel, hogy lehet, hogy ez, nem ez a legjobb módja, kicsit azért gondolja már át, mielőtt kimondja a szavakat, mert ezt. hogy nehezebb lesz az élete, hogyha ezt nem csinálja meg. És ugye a, a Rékasival ezt végig utána ugyanúgy. Tehát, hogy semmit nem változott és semmit nem is fogadott meg abban, amit mondtam, nem is kell tulajdonképpen, csak ezeket én megcsináltam vele, meg ezeken végigmentem Igen. vele, nem volt leszarva a fejete, nem volt kiközösítve, hogy ezt most így nem tudom, a, az emberek gondolják. Én ugyanúgy mert... próbáltam foglalkozni egyébként a lelkével, mikor volt ez a rékas és konfliktus még az elején, meg azután is. Tehát én csomószor, mikor ott voltam, benne is volt csak ilyen vágóképnek, hogy én ott vagyok a távolba és beszélek a szabival. Nyilván kicsit másképp fogalmaztam, mint te. <laughs> mondtam neki, az meg 32 éves vagy, nem viselkedhetsz úgy, nem sértődhetsz meg, mint egy 14 éves kislány. De valamire ez nem került adásba. De tényes való, hogy tényleg foglalkozva lett vele. Nem az volt, hogy mindenki rögtön ellene volt, letettünk róla, hanem próbáltuk megoldani ezt a nem tudom, úgymond ezt a problémát, egy kicsit másképp álljon az emberekhez, próbálj meg másképp fogalmazni, ami nem annyira félreérthető, amiből nem kerekednek ilyen konfliktusok, tudod, mert sokszor csak ez volt, hogy a kommunikáció elcsúszott, ez is, hogy oda ment, hogy kapkodni, vagy hogy húzzatok bele, vagy nem tudom, mit mondott a karcsiaknak, amin kialakadt a karcsi, tudod. Sietni kéne, vagy jobban kéne, nem hogy üzenik, kéne, hogy sietni kéne, kéne valami kéne. A... Tehát ezt értem, hogy te... az embereket nem értem, szóval, hogyha van egy közösségi feladat, ahol nekünk mindenkinek dolgoznia kell, és ebből egy ember azt mondja, hogy ő nem fog dolgozni, mert ez nem érdekli, akkor miért mi közösítettük ki, amikor ő saját magát közösítette ki? Ebből a dologból, Bordesan. hiszen ő mondja azt, hogy kapjátok nem és elmegyek inkább aludni, vagy az állatokhoz, és nem veletek leszek. No. Tehát, hogy miért mi közösítjük ki, amikor ő zárta ki saját magát ezzel a lépéssel, ezzel a húzással? Nekem ez egy iszonyú nagy meglepetés volt. Tehát én azt hittem, hogy a, a nézők közül is, szóval ki nem fogják állni a szabit, hogy ez, ez, ez nagyon tüskeres mindenkinek a szemébe, hogy ő tényleg. Nem csinál semmit, nem veszik ki a részét a dolgából, fogja magát a sétálgat. Már fönt a parasztházban is ezt csinálgat, Csak hogy sétálgatott össze-vissza, kiment, akkor olóval. És mégis, akármi volt, mindig az ő oldalán álltak az emberek, a kommentelők. Tehát, hogy őt védték, szegény kisgyereket. Kisgyereket. Uh, tényleg. Én meggyőződésem volt, hogy ezt nem lehet félreérteni, ezt nem lehet úgy látni, hogy Izét. De mégis ilyen tök áldozatnak volt állítva a szegény fiúcska. Viszont szerintetek a Szabi ezeket a feszkókat direkt szította, tehát hogy ő szerepelni akart ebben a műsorban, és ő akart lenni a főszereplő, tehát hogy rajta legyen mindig a reflektorfény, vagy pedig a személyisége volt ilyen? Biztos... Én, azt gondolnám, hogy a személyisége. Én biztos vagyok benne, hogy ezeket De ti meg direkt tudom, hogy azt mondják, hogy szerepelni cította. akart. szerintem egyébként volt benne szereplési vágy. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. Tehát, hogy nem létezik, hogy valaki a... Vagy, vagy, vagy én látom nagyon furán a világot, én vagyok teljesen más beállítottságú. Szoktál néha más filmet <laughs> én nézni, a más mint amit... De hogy valaki ezt így kielentse egy ilyen műsorban, ahol tényleg dolgozni kell, feladatokat végrehajtani, hogy ő nem csinálja azt, ami ez nincsen kedve. Szóval nem létezik ilyenfajta hozzáállás, érted? Tehát, hogy Szép és jó, lehet, hogy az otthon ezt meg tudja csinálni, vagy fene tudja a kis életében, mert pont olyan szerencsés helyzetben van, hogy tényleg azzal foglalkozhat, ami, amit szeret, ami kedve van. De nem erről szól az élet. Vannak olyan szituációk, mikor igenis nincsen hozzá kedvem, de, de, meg kell tenni, és ez, ez, abszolút egy ilyen volt, tudod? Abszolút. Hát, és nem gondolom, hogy ez, ez valóban így lett, mert szerintem nem jelentett volna neki problémát, ez inkább csak ez a kis, kis szereplési vágy, ez a kis ahogy ő mondta, hogy mikor rászavazunk, hogy persze szavazzanak csak rám, majd kapnak egy kis képernyőidőt, de ilyeneket mondott. Uh -huh. De szerintem ő neki volt ez leginkább a vágya, hogy ő kapjon minél többet ebből a képernyő időből. Nekem az volt a furcsa, hogy, ahogy te is mondtad, hogy ugye én anyáskodtam fölötte, vagy hát uh -huh. így próbáltam terelgetni, meg mellé állni és amikor megvolt az összeköltözés, akkor ugye mondta nekem, hogy hát óvatosan a lányokkal, és hogy ne bízzál meg bennük, és izé. És akkor így a legtöbbet egyébként ő beszélgetett velük, és ugye amikor volt a, volt a, volt a farmgyűlés, akkor meg az Edinától búcsúzott el. Emlékszel rá? Majd Jó. Nagy arra emlékszel? Az ott nagyon mérges voltam. Láttam, rám is néztél. Ott nagyon, meg te is. Én is. nagyon. Tehát, hogy egy napot töltött el a hát másik csapata, egy vagy fele két napot. Töltött velük, ugye amikor elindult a műsor, meg, meg az összeköltözés után egy napot Igen. gyakorlatilag. És akkor a kiesés. És, és utálták, akkor... mint a. És utálták, mint a szart. Kösz. Hát, igen. <laughs> igen, és akkor a. És akkor a, a ugye Demcsák Zsuzsa megkérdezte, hogy kihez lenne egy pár szavad, és akkor hát, hogy az Edinához, és nem, már nem emlékszem, mit mondott, és egyébként nem sértődtem, csak így ültem ott, értetem, hogy most ez most komoly. volt. Én ott megsértődtem. Te pelenkáztad Én pelenkáztam, és igen, és, és nem mindegy. És uh, milyen volt vezetőnek lenni fönt a parasztázban? Hát ugye én próbáltam kerülni ezt a szerepkört. Szinten őszintén. Nem, én pusoltam nagyon, azt annyira imádtam. De, de szerintem jó, jól éreztem, mert jó volt a csapat, akkor már nem volt Szabi, nem? Akkor, akkor nem, nem mert az, az, első fél napban esett ki. És úgy szerintem a pirosaknál is azért tényleg, ami átjön a műsorban, hogy ők úgy összhangban vannak, ők hatan, ugye, akik nem úgy munka szempontjából. Ja. Tehát, hogy, 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 hogy tök jól tudnak így munka szempontból együttműködni, és mi is. Tehát, hogy is azért tudtuk így kiegészíteni egymást, amíg együtt voltunk, mert hogy itt tényleg mi hárman legalábbis azt gondolom, hogy tényleg mindig beletettünk mindent. Abszolút. És, és ezért is tudott működni. Az másik kérdés, ugye, hogy a Feri erő, erőltette, hogy, hogy nem a Feri mondta először. Ja, Zsolti nevezett ki. Igen, a Zsolti volt. Zsolti Először a volt. Zsolt, és akkor utána meg a Feri tett ezt hogy az szavazzuk egészet. újra, Igen. meg íze, és a Feri, feri imádta, minden reggel újra kellett szavazni, mert szerintem volt benne egy ilyen kis halvány remény, hogy na ma, ma talán engem szavaznak meg, jihí, hogy miket Fén. szokott visszadtam csinálni. Visszattam a... volna yeah. neki, visszadtam volna neki. Amikor felmentünk, akkor megkérdeztem a Feritől, hogy hogyan vannak leoszva az állatok, hogy akkor melyikbe lehet beszállni, segíteni, vagy ilyesmi, és mondta, hogy ő már nem vezető, de szarja. Akkor én is csak a te akkor, egyet, akkor én takarítottam, amikor visszamentünk, ugyanúgy a telnet. Aha. De ez, ugye ha láma, meg ezek, volt. ezek, ezek tehát kinek voltak leosztva, de kinek nem is voltak leosztva ezek egyébként. Hát ilyen. szerintem nem, mert el, mikor fölköltöztünk, ugye, akkor ugye az első feladatunk az az volt, hogy rakjunk rendet a háztáikon. Igen. Én tettem rendbe az összes állatot, ugye, a tehén alá ahol a, mindig összekeverem a széna és a szalma, Melyik, melyiket teszed alá, és melyiket adod neki enni? szalmát raksz alá. Jó nagy paraszt vagyok, de más értelemben, tehát ez nem értek a földművelés. Lényeg, <laughs> lényeg a lényeg, hogy valószínűleg ők se, mert a, a, zöld volt bebaszva tehén alá. Tehát, hogy arra szart, abban tapicskolt. Néz, azt néztem én is, azt néztem én is, nem és, jót raktak És alá. mondom a felének mondom, ki tette ezt oda be alá? Mert hogy a, mondom, a, a lucerna van alatt, a meg az izé. Azt mondja, nem. Mondom, de hát most de, tettem ki de. a szaros lucernát a tehén alatt. Nem, nem. Mondom, jól van. De mindegy, tehát hogy ugye én mentem végig az összes állaton. Az elétől a hátuljáig, én ki az összeset, és azok, elmondom neked, szerintem egy hete nem volt hozzájuk nyúlva. Annyi szar volt ott benn. Tehát én egyszer, amikor a legköltözés előtt kitakarítottam az a tehenet, amikor elment a karcs, és nem tudom mi, akkor azt láttam, hogy nem tudom, hogy ez kiganézte, a -e, te ganéztad, vagy a karcsi, vagy nem tudom ki, de hogy félre volt húzva egy csomó gani, és rá volt pakolva uh, széna, és, vagy szalma, tök mindegy, és uh, konkrétan ilyen, ilyen berohadt cucc Igen. volt alatt. A csak csak nem vágták be, én, én, volt szerintem. Én szerenkem. rengeteget takarítottam, de én biztos, hogy én vittem ki hátra a de, de valaki előtte behúzta a sarokba. Én nem emlékszem, annyit szedtem ki, hogy már ilyen gödör lett alatt, és talicskával hordtuk oda a, a föl. Veled volt? Tali... Annyi ízét kiszedtem alóla. Tehát akkor vagy és a, a, a Szabi, vagy a Karcsi. És telement Pisivel, meg telement az esővel, Aha, és ott tapicskoltunk benne. Nem benn volt neki ilyen kis medence. Igen. A... Pisi medence? medence jó. Jó. Igen. És akkor Laki Zsuzsival hordtuk be talicskával a földet, hogy feltöltjük, igen. tudod? Simonnak fájta hát, vagy nem fájta hát a játékban szerintetek? Most így visszanézve a műsort. Biztos vagyok benne, volt fájdalom, hogy volt ott azért hátfájdalom, mert tényleg nagy langalusta az a fickó. Van langalusta, ez egy szó egyébként? Nem, nem? langaléta. Most vagy már elbújtó. szó. Azt hiszem, hogy hall, nem vagyok hogy rá kérdezik. de. A langusta meg a mangaléta, vagy mi? Amit kevesz, nagyon a mangaléta. igen, össze a most. A jó, lényeg a lényeg, hogy Biztos volt valamiféle hátfájdalom, de szerintem ilyen baja, egyéb bajai mindenkinek voltak a műsorban, amit itt ki lehetett volna emelni. Nekem például az, hogy izé a lábujköröm el van fertőződve, és jó, tett, hogy nem kellett vágni az egész ujjamat. Én is felhozhattam volna minden egyes játéknál, hogy a első nem tudom hány csak hátrafelé tudtam lesétálni a dombon annyira fájt. De Ja, ugye le is kellett, nem hoztad a, nem igen. hoztad el a köröm darabot Most nincs nálam. De, de, jó, hogy nem hoztál. volna a polcra de ne, rá, Nekem a is. derekam fájt, és azt csak egyszer mondtam el, amikor a, Amik a, a karcsit játszott. játszani. Kitúrtad a karcsit. <laughs> kicsináltam a karcsit. <laughs> ja. uh, hogy csak egyszer, akkor mondtam el. Tehát én sem hivatkoztam rá se, so, hogy igen. fáj a derekam. Persze. Na, ez, ez folyamatosan előjön, kivéve a játékok során. inkább a munkánál jön elő ez a fájdalom. Csak <laughs> akkor, nagyon fájna, akkor nem jön elő. Meg de a játék előtt, nyug nyugiban. De hát, hogy adrenalin nem, és akkor az elnyomja a lehet, fájdalmat. Amúgy. amúgy van, van ilyen, tehát nekem Ugyan is iszonyatosan... <laughs> Pont most akartam mondani, hogy én például <laughs> most <Milyen> hagyjuk. <nem gül> Ugyan már. Inkább ne. Jó, mondd a példádat. nem akarom belét folytani a szót. Jó, oké. Sértődjél meg. <mert>. Adjál inkább <laughs> vizet, <laughs> kiszáradó most Nekem mai ennyi napig ennyi? megvan a poharam. Hát az enyém meg összetört, sajnos. <laughs> úgy, <hogy gül> valaki összetörte véletlenül a poharamat a műsor folyamán, úgyhogy nem tudom a poharamat, hogy hol tudnám használni, de a kulacsom az megvan. <laughs> Mondtam a Szabinak egyébként, hogy a, annyit emlegette a poharat, bár nem tudom, hogy mennyi lesz bent a is belőle. Hogy a, mikor ők úgy rendesen összekaptak és így patkányoztak meg. Hát a Magyar patkány som... az nem káromkodás. Hát a szart is kézéljek. Hát a szart akkor kell, hogyha nem szarként. Tehát ugye nem a, a szó valódi értelme alapján. És a segjük. Seggem, juka. Seg. én nem sipolom ki. Tehát, hogy most Ez olyanokat mondtál, amik lehet, hogy neked kellemetlenek lesznek. Nekem semmi sem kellemetlen. Seggem, ja, főleg ki. nem. Nem volt még aranyarám sem soha. Nem, hogy. Nem neked. Neked van. Most van kicsit begyulladva a bal farbofám, nagyon kellemetlen, de. Az aranyére, meséltem már a Blik TV-be, úgyhogy ez egy t Igen. topik lehet, Aha. Ja, Mert hát ugye csináltunk a remek kalács recept alapján, amit a reprízsütől tanultunk meg a kiesés előtti éjszaka. Juhu. Csináltunk kalácsot a... <súrgat> a... <súrgat> a <te mentes. súrgat> Betettük sülni, Nem, tudom, lefeket, nem tudom, tudom, melyik része a történetnek, hogy, hogy a kiesésett éjszak eltöltük gyorsan a kajácsetöptet, vagy pedig az, vagy pedig már gluténmentesen. Már az... És ugye a Feri Még. gluténmentesen Milyen táplálkozik, milyen feri, és uh, csináltunk egy sima, meg egy gluténmentes verziót a kalácsból a, a zsuzsival. És... ez úgy volt. Megcsináltuk a sima kalácsot. És te bementél lefeküdni. Gluténmentes, <suk> meg csak így bebasztuk a kevencébe. Igen, mert már ki volt hűlve, és nagyon és késő volt. Igen. és akkor a mondta, hogy ezt nem kell szerintem megenni, de a Feri azt mondta, jó, az tök jó, tökéletes, és elkezdtük mi is enni, ugye? Nem, mert ez úgy volt, hogy beraktuk este, ugye megsütöttük a rendes kalácsot, akkor még 200 fokon volt a kemence aztán szóval Johnny elment lefeküdni, mert ezt a kalácsot, a második de a, gluténmentes. a gluténmenteset, az nem. Igen, és beraktuk a gluténmenteset, és reggel én, amikor felkeltem, akkor ilyen 30-40 fokon volt, mint hát mondom, ezt már ne együk meg, hiszen van benne tojás. És akkor mondtam a Ferinek, kérdeztem a Feri, mi lett a, a kalácsa, a gluténmentes. Hát mondom, Feri elkészült, de mondom, egész éjszaka ott áll benne, én, 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 ezt már nem enném meg a helyedbe. Ha ah, jó lesz az, jó lesz az. Emlékeztek, milyen mérges volt, mikor gyúrtátok a kalácsot a gluténmentes lisztjéből, mert neki külön gluténmentes hát lisztje volt. és így, nézte, és azt mondja, még hozzá még egy kon... Hát ő kérte, hogy gyúrjunk. Tényleg? Persze. Na minden, és akkor nem sikerült a gluténmentes kalács, hm. és ez sikerült, csak hát én, én, kapott tőle fel... Meg én. Vagyok. Meg te is, meg... Te, te is. is. Mindenki, aki evett belőle. Uh -huh. Szerintem aznap öt volt a nekem... Vécél. És akkor rám mondták, hogy én nem vagyok taktikus játékos. Uh -huh. Megérgeztél minket, tipikus nő. Én nem ettem. Nő. Nekem, nekem nem, nem számított így is, úgy is. Én, én a farm forgatás alatt végigfostam az egészet. Jó, de az elején meg nem ment. Tehát nap, nem napig ment. nem ment. Utána meg túlságosan jól ment. Ezt <laughs> behoztam az öt napi lemaradást. Meg, meg akarták a zsuzskei kúpozni. Ja, volt a danánál kúp. Tudom. Ezek a lányok mit meg nem akartak velem csinálni. Ja, <club> <laughs> <circuit> yeah, meg a vérpele, meg ezek más, az Annyi szó elmeséltem a vérpelét. Nagyon jó, jó volt. Ja. Hallok egy ilyen sikolyt így a izébe. Az éjszakából. Az, az erdő felől. Mi van? Piroska találkozott a farkassal. Pele kiugrott a vécéből. Meg egy levi. Egyébként azt tudjátok, hogy a legutolsó farmgyűlésnél, amikor a ferit raktuk mind a hárman a, a az és ugye téged hívott ki jözni. Hogy akkor én nagyon gondolkodtam azon, hogy lehet, hogy inkább a simont kéne megszórnunk, és ezt mondjam nektek, és próbáljam arra felé terelni, mert a Simont többször hazudott már a műsorban nekünk, tehát, ugye amikor jöttek rabolni például, megutána, amikor az első farmgyűlés volt, akkor ugye jött hozzánk, és azt mondta, az első összekörzés utáni farmgyűlés, és azt mondta, hogy mindegyikük a Szabira fogja igen, tenni igen, a pirosak igen. közül, és hát nem így történt. Ha a hát engem soroztak meg azt hiszem. Igen, szerintem. A a, a lányok a Feri is rám tette, Simon tette a Ferire egyedül. Meg ja. a izé is rám tette, az is rámtette az Alfi. Lehet, akkor én kaptam. Szerintem te nem? Ott nem, azt a következőnél megkaptam. Nem, kap az, az Alfitól én, én kaptam, én meg az Alfira Jete. raktam. Aha, amikor az összeköltözés ja. utáni elsőnél. Azt igen. Tudom, hogy egy egy volt köztünk, a Ferének egyen lett több, mint nekem. Ja, és, és akkor gondolkodtam, hogy lehet, hogy Simont kéne megszórnunk. Csak aztán elkezdtem matekozni, hogyha megszórnak engem a pirosak utilapúval, akkor hogyha én mondjuk nem a felirat eszem, akkor viszont én vagyok a kiválasztott. És ezt meg nem akartam, mert hogyha már mennem kell párbajozni, akkor legalább én választassam ki a párbajnemet, és uh -huh. ne, ne, ne az, akit én hívok ki párbajozni. Hát én az alfit hívtam volna ki párbajozni, hogyha én vagyok a kiválasztott, Persze. csak akkor ő választ párbajnemet, bár hát <laughs> nem tudom, mivel <laughs> tudtam meg volna megverni az alfit, de mindegy. Szóval, hogy így, így próbáltam kimatekozni, hogy hogy lenne a legjobb. Ne, jó volt. Ne, én azt mondom, hogy így jó az volt, az így <laughs> ahogy volt. Tehát, hogy ez így, ez nagyon kellett a műsornak, hogy a Feri elmenjen, szerintem. Ki telsz... Te Most Tessék? Ki Penderizsd? Most, ez pont, hogy egy én milyen, voltam, milyen, 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 én milyen, voltam az, aki kiállítette. Tessék? Miben volt az a rúd? Ez milyen anyagból volt? Köracél. Köracél rúd, aki rudazd. Akár. De... Maga az, hogy, hogy ő ne legyen ott többé. Szerintem ez, ez egy hatalmas nagy dobott a, a műsorban, meg ott az egész atmosz, atmoszférában. Elvetted a nagy pillanatomat. <gül> <gül> Én akartam ja. kiejteni. meg az enyémet. De ez már járt nekem, tehát ez ő már beharangozta jó előre, csak először szerintem kicsit, kicsit punci volt, vagy nem tudom. Próbálta indokolni mindenfél éve, de szerintem egész egyszerűen ez volt benne. Lehet. lehet. És milyen volt a döntő? Hát fél hosszú volt, ugye délután. Azt mi is. <laughs> Tartottunk <laughs> azt meg a tórát. Fordibáltunk és... <laughs> fönt a egyfolytában, hogy már most, na most, na most. Várjál, ráadásul előtte, vagy aznap reggel, vagy előtte este, a Siminek is, és nekem is gyomorrontásunk volt. Mind a kettőnknek. Új kalácsot csináltál? <laughs> <meg. gül> most nem jött össze a termi, a mester <laughs> terv, most nem jött össze. Elfejtetted, hogy ez így érkezett, és te is jöttél belőle. Én belőle. Na mindegy, és akkor ugye elindultunk délután, nem tudom, egy-kettő körül, és akkor nem, mikor értünk be? Este tízkor? Vagy? Aha, már körülbelül. Nem a tíz, tíz, ugye, hosszú tíz, tíz, volt, ki már nem itt volt. Nem reggel tíz volt. <laughs> az egész éjszakát még játszottátok. Én én az egész délután. Durva volt. Jó feladatok voltak, én tényleg elfáradtam meg. Tehát nem, nem volt bennem ez a minden áron nyerés. Te, de nem a simibe se egyébként. Hát én a simiben az egész műsorat ezt látom, hogy nincs benne semmi. Nem, hogy minden, semmi nincs benne. De ő mindig készült, hazamenni. Emlékezz, hogy úgy fájdalak, hogy hát haza, 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 ő haza. Ő, a játék meg kiesik, biztos kiesik, aztán megnyerte. Aztán amikor már ketten maradtunk a szimpátia után, és megálltuk a simit, tehát megkulált rögtön. Ezt nem hiszem el. Persze. Tehát ezt a végén meg. Tehát, hogy én, én őszintén meg persze, hát nem tudom, ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, de szerintem millió más játékos jobban megérdemeltem volna ezt a győzelmet, aki tényleg a feladatokba sokkal többet beadott. a házi munkába beladta a dolgokat. Teszem amit. azt, legyen az egy, vagy Lacika akár, vagy te, vagy a Laki Zsuzsi, vagy, te. vagy a Ripley, vagy, te. vagy akár én. Azt hiszem, hogy te fogod megnyerni egyébként, én biztos voltam ebben. Én... Én is azt hittem egyébként, hogy a Johnny nyeri meg, és hogy mi ketten maradunk. Az, az nagyon annyira a, Azt nagyon szerettem volna. volna. Amikor, ott, amikor először sikerült, amikor a Siminek elsőként sikerült kirakni ezt a szart, Akkor ott volt velem az, hogy baszki, ne, most egyikünknek haza kell menni. Ja. Simi jó volt ezekben a statikus játékokban egyébként, ott mind a Meglepően ja, Olyan ügyes gyorsan volt. Össze Meglepően de, olyan gyorsan. Volt. Én egy de amikor, a... 30 perc ugye, raktam, amikor... 15 perc alatt raktak ki egymáshoz vagy a dominókat. Amikor Több ugye a házba kerülés volt, akkor is ebben a kör... körös húzogatós izébe, és ő végzett először. Igen. 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 Volt, egy... Volt, volt, egy, más. Ja, amikor, a... amikor, én estem ki, akkor is volt az első, Igen. amikor Igen. Aki kirakta a dominókört. Pedig az neki tényleg nagyon nehéz volt. ott görnyedve, Igen, hajolva. Izé. Remeget, nagyon. Ott is azt Ott hittem, hogy lát, neki a Látszott, hát. hogy voltak fájdalmai egyébként. Ja, de jó élmény volt, nem? Na, én, én tökre örülök, és <coughs> amikor ugye beértem a célba, utána jött oda az újságra, hogy hát másodiknak biztos a legrosszabb lennéséken, nem. Tehát, hogy én, én ezzel a játékkal azt gondolom, hogy csak nyertem, és én olyan büszké jöttem haza, mint hogyha, <coughs> bocsánat, mint hogy én nyertem volna meg az egészet, mert szerintem itt tökre bebizonyítottam, hogy Alkalmas vagyok, egy csomó mindenre, erős vagyok, stabil Abszett. vagyok. Én ugye nem sírtam, nem rittem, nem sugdolóztam, nem törtem meg. Tehát, hogy így olyan voltam, amilyen vagyok, vagy nem tudom, szeretném Külkemény, ezt gondolni. Kőkemény, kőszikla. Kőkemény, anyatigris. Ugye ah. ah. alapvetően az egész jó volt, nem? Nagyon. Visszamennétek? A, vissza. Simán egy pillanatig nem gondolkoznék rajta. Én is visszamennék egyébként. Pont hát ezen gondolkodtam, kéne csinálni egy ilyen Farm VIP All Stars. Tudod, így az összes évadból így behívni a nagy ágyukat. Vagy fenet, ugye? A... tehát minden, csak az ordibálósokat. Ja. Legyen kis kerebje hajítás, <s -től> meg Én egyébként ezt a reality részét annyira nem szerettem. Tehát ez, ez olyan távol. hát te azt szereted, igen. Mert te bábozni jöttél az emberekkel. Én, És bábozni. Én nekem ez nem megy, én nem, nem vagyok ilyen. Nekem is, vagy. sem egyébként. De hogy nem. Csak nem engedtétek el magatokat. Amúgy tényleg, valószínűleg, hogyha most így újra bekerülnék. Nagyobb másképp, pofám lenne. Jánat? Másképp, nagyobb pofám lenne biztos. Tehát, hogy nem fognám ennyire vissza magam, szerintem. Nem is érzem, hogy visszafogtam magam, csak. De nem, nem jött táltam, amilyen te vagy. Köszönjük, hogy itt voltatok, nagy élmény volt veletek a nyár, őszintén szólva. És hát tök jó volt az, az éjszaka, amíg ugye nincs bevágva, hiszen csak, tényleg. csak köztünk történt, hogy kimentünk a három és néztük a, a csillagokat ja. A Aztán uh, másnap kiestem. Uh, <laughs> tényleg, mikor hulló csillagokat néztünk az az este. Igen, az így jó volt, az, az így örökké megmaradt. Ez volt, meg ez baromi volt, volt, nem, hogy nem mentünk oda hintába, és akkor egy csomót láttunk egyébként. Aha. Ja, és az örökké meg fog maradni nekem így emléként. Igen, baromi jó nekem volt. is. És én örülök, hogy veletek lehetünk. Nagyon, Már megismertük egymást. Mi voltunk a kemény mag. Aztán szerintem mi, csak ti ketten. <laughs> nem, szépen, Hát azt figyelj, mi egy-két nap volt max, amit külön töltöttünk, de azon kívül. Nem szerintem, figyelmi, összetartottunk, az mi összetartottunk, azért hárman mi voltunk. Kik a legközelebb kerültek Igen. így egymáshoz? Hát azért tudtunk két tovább menni hárman összefogva. Igen. Persze. Mert pont azon filóztam, hogy lehetette volna olyan pont, amikor mondjuk minket szétválasztanak a pirosok, hogyha még taktikáznak. ez szerintem nem lett volna olyan pont hogy minket, bármelyikünket eltállítsanak, és mondjuk így a többiek ellen fordítsanak. Én, én abszolút nem tudtam volna elképzelni. Ugye ott a lányok, lányoknál volt az, hogy, a, hogy a, <laughs> a csajok tartsanak össze, de most, hogyha, hogyha mondjuk az Elina a Simóra kellett volna hogy rakjon, vagy rád, vagy nem is tudom már mi volt, tehát nyilván nyilván téged választ érted, vagy. Persze. Nem, egyértelmű. nem a saját csapatársát, és, és én is, amikor ugye volt ez a szíves játék, akkor nyilván az ő szívüket törtem össze, hiszen én őket nem ismertem, nem töltöttem velük sok időt együtt, és hát, persze, hát meget, mégiscsak ti álltatok hozzám. Meg egymásra megbíztunk persze, szépen vakkor, persze, tehát persze, ugye persze. egymásra az életünket rábíztunk volna Igen. szerintem. Köszön és közül ugye senkiben senki nem bíztam volna meg. Senkiben. Meg én, én végig olyan kívülállónak éreztem magam, amikor már felkerültünk. Hát, Tehát, is hogy ott, ott, ott... Mondta, csak vendégek vagyunk, vendégségben. vagyunk. kérjük a kávét, volt. és hátra dőlünk, és csak a. nézzük, hogy mi történt. Ugye az volt kb. Én, full így emlékszem, hogy mi ott voltunk, és akkor ők ott tulajdonképpen ott egy más, Én, én ott hát, unatkoztam az a helyzet. Nem tudtam csinálni, nem tudtam <laughs> szart keverni, mert keverték a szart elég rendesen érted. Most hova, hova kevergessek még én is? Ja, hogy szerintetek mikor fogjuk tudni elengedni ezt a farmot? Soha. Soha. Én, én és ez ilyen... össze fog kötni örökre szerintem. Nekem már nagyon bízom benne. Nekem már csak azért is, mert ez az első ilyen, ilyen tévés akármi, hogy fene tudja. De, meg de... Fog, ez meg fog maradni, hát ez egy olyan élmény, bízom meg benne. össze voltunk zárva másfél hónapig tulajdonképpen. Én. Én Persze, ez Tehát olyan lesz, mint az izé, ja, én... azt már el. Hát nekünk de. az álmunk is összeért. Ja igen, egy, mikor egy... orgiáról De nekem nemrég újra volt ilyen orgiás álmom, Aha. Na, visszatérő állam, nekem nem volt. De most más volt felkelünk egyik reggel, és akkor hogy megyek ki, és mondom, Úr Isten, miről álmodtam, hogy Mondom magam, be, ezt én nem merem itt álmondani. De ne, én nem a... voltam benne, azt, azt mondtam, és, és, és akkor Johnny így mondja reggel, hogy basszátok, meg orgiáról álmodtam az éjjel. Mondom, az én is. De mondom, és akkor mondom én, hogy de itt volt benne a farm, azt mondja, basszak az enyém is. <coughs> <coughs> Ugyanúgy ugyan, ugyan, orgiáról álmodtuk, bazzag ugyanaz az éjszakán. Lehet, hogy megtörtént? De nem állom. Én nem ez, egy, ez egy feldobott kérdés volt. Köszönjük, hogy itt voltatok. <laughs> 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 <összünkre>. Ügyetetek magatokra. <laughs> Jó van. Köszönjük, a meghívást. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold like őket, és ha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon vagy a TikTokon.